Csendesen, nyugodtan jogáztak oktató útmutatásával a nyílt napon résztvevők. A hatha, vagyis a klasszikus jogával ismerkedhettek egy órában az érdeklődők. A jogát kipróbálók közül többen már az első alkalom után tudták, hogy szeretnének jobban elmélyülni benne. Szeretnék jönni, nagyon érdekel tulajdonképpen a joga, ez a spirituális dolog is érdekel, és gondoltam, kipróbálom, meglátom, hogy egyáltalán nekem jó-e, vagy használ-e. Mint a jóga oktatótól megtudtuk, a mozgásformának számos jótékony hatása van az emberi szervezetre. Segítségével jó egészség, jó alvás, kiváló közérzet érhető el többek között. A gyakorlatok által erősíthető az immunrendszer is. Erősíti az izmokat, a kötőszöveteket, a légzést kontrollálja, tehát sokkal nyugodtabbak leszünk, sokkal fókuszáltabbak a mindennapi életben. És hát én tudom javasolni, egyébként sokan úgy gondolják itt Magyarországon, meg Nyugat-Európában, hogy a joga csak a nőké. A joga nem csak a nőké. A joga mindenkié. És hát most úgy nagyon örültem, hogy volt itt nem csak nő, hanem férfi gyakorló is. Somogyi Andrea hozzátette, a jogát ajánlani tudja a sportolóknak is. Beleépítve egy héten egyszer az edzéstervbe, sok mindenre hatással lehet. Például növelhető a sportteljesítmény, minimalizálni lehet a sérüléseket, ugyanis a kötőszövetek kötöttsége miatt könnyebbek a sérülések, de a joga mobilizálja azokat. A hatha joga, a meditáció és a relaxáció által az elme is szabaddá válik, így jobb eredmények érhetők el.